Jó, mehet. Na, akkor elvileg mindenki hall. Ja, benyomtad? Aha. Hogy még ne nyomjon be? Benyomhatod nyugodtan. Ránéz, hogy jól hallani. Egyáltalán él a stream, megye már. Él, mert hallom, látom. Állja, valaki izét kidobott valakit. Ádámot. Vissza is lépett. Ja, visszajött? Jól van. Mikrofon próba, 1-2. Mondj valamit. Mindent beleólik. Na, elvileg jó minden. És... király. Most spectatorban csak nem fog szórakozni. Dobáljon. Hát nagyon remélem. Na, hát akkor üdvözlünk mindenkit, sok szeretettel az MRCC-n itt Xbox Hungary Liga harmadik szezonjának 8. versenyét végén. Jön az osztrák nagydíj, és jön az A-liga. Szép napot, uraim, szia Bence! Verseny végén esni fog az eső, ezt az információt kaptam itt útközben. Igen, verseny végén a Mercedesnél is megerősítették, amit már korábban a Racing Pointnál is. Szóval itt vagyunk, a B-ligához hasonlóan az A-liga is itt Ausztriába teszi tiszteletét. És ezúttal sem vagyok itt egyedül, ugyanis egy új kommentátor kollega urat köszönhetek itt a köreimbe, Kunármit.
ja, a kis B-ligás csapattársamat. Úgyhogy, szia Kunármi, itt a közvetítő állásból is. Köszönöm ezt a egyszerű felkonferálást. Aztán minden bele, srácok. Semmiről nem maradunk le, igyekszünk. Így van, én most Patriótát nézem itt a Renault-val. Közlekedik, picikét olyan megcsappant a létszám, de remélhetőleg a futamra még, ha minden jól megy, akkor a futamra még két embert várunk, úgyhogy ez csak ilyen átmenetinak mondhatom, remélhetőleg, de nem akarom elkiabálni. Szóval üdvözlünk mindenkit! Szevasztok! Szia Sevonter! Céligás időpontról lehet tudni valamit, hány órakor lesznek a versenyek, stb. Igazából Facebookon ugyanúgy kín van minden a C-vel kapcsolatban. De majd ezt is így majd így megpróbálom, vagy hát nem megpróbálom, hanem akkor fel is frissítem. Hogy a C-vel mi lesz a helyzet. Bélig a Red Bull versenyzője foglalták a kommentátor fülkét, így van! Megtámadtuk, aztán befoglaltuk. De most pártatlanok vagyunk, nem kifejezetten a Red Bullnak szurkolunk. Így van. Például most itt Patriótát nézem. A Red Bull, vagy bocsánat, a Renault-val. Na tessék, a Red Bull már is itt bekavar, idézőjelbe. És akkor a nap első ideje? Na 4-7? Igen. Ez egy továbbító idő. Abszolút, egyébként. Egy Glory-t nézem. Igen, a Ferrari-val. Glory negyedik a világbajnokságban jelent pillanatban. És 04699-el mindössze 200-addal átveszi a vezetést Patriótától. Ádám, a másik Ferrari a következő, aki itt kört fog menni Spielbergi aszfaltcsíkon. Ugye Ausztriában vagyunk a Red Bull Ringen. Ugye ez egy kicsikét szokatlan, mert most ugye normál esetben közben Ádám 05-öt, Ákos pedig 12-1, akkor Ákos valamire járhatott. Minden bizonnyal. Rokori most kezdi meg a gyorskörét, úgyhogy akkor nézzünk Rokorival egy kört. Szóval ez is egy picit szokatlan. Belátónak kellett az utolsó kanyarban. Ó. Tehát nem húzódik le. Szóval ez is egy picikét szokatlan, hogy ugye normál esetben, ugye múlt héten volt Kanada, ugye normál esetben, ugye Franciaországba kellett volna látogatni a ligának, de egy picikét lerövidítettük a naptárat, ugyanis ugye jön majd az F1 2020, majd július 10-én, jól emlékszem? Nagyjából. Ó, és közben Rokorinak is elvette a körét. Renátónak, igen, 6 Ákos javított. Tehát gyors körön. Igen, 0-6-0. Szóval ugye picikét le kellett nyisszantanunk így a naptárból egy néhány futamot, és a francia pálya lett az egyik áldozata ennek, hogy ennek a kis naptár rövidítésnek, úgyhogy így ezért vagyunk itt most itt Ausztriában. Közben itt adminátorral tekint, vagy nézek egy kör. Közben tényleg üdvözlök mindenkit. És nem tudom, hogy egy top 3-at így tudunk-e prognosztizálni. Hát ez előző hetek alapján. Most mondjuk Pistit ezért be lehet várni. Abszolút egyébként, közben adminától 0-5-0. Azból az első 5-6-ból nehéz különbséget tenni, annyira jó tempó. Igen, meg ugye Ausztria, tehát ergo rövid pályáról van szó, tehát a különbségek is úgy el
tűnnek. Mivel Rokori 0-5-2. A negyedik. És Renato is. Egy új szett lágy keverékeken. Igen, a házszal. Kotyap, szóval szépen megvolt neki az utolsó kanyar is, és a hetedik egyelőre 0-6-1-el. Mögötte pedig Bence kezdte meg a körét. Trimanati is körön van. Nem tudom, de hogy vagy vele, de Trimanati eddig nekem egy abszolút pozitív meglepetés. Közben Plessy 0-5, vagy csak 0-4-5-tel átveszi a vezetést. Trimanati pedig 0-5-2-t megy, ő Hammert helyettesíti. Egyébként... Nem lustálkodnak a srácok. Topacino is gyors körön van, igen. Repkednek a körök, Rich Brothers is körön van itt a Red Bull-lal. Ugye Rich nyerte egy héttel ezelőtt Kanadát. Úgyhogy... Ha vesszük a top 5-öt, ugye ezt a Rich, Turbo, Glory, Pisti, Plessy 5-öst, itt az elejében, ugye most már mind az öten elmondhatják ezt magukról, hogy van futamgyőzelmük ebbe a szezonban. És eddig ugye az a érdekessége a dolgoknak, hogy így egymás között így leosztották ezt a 7 futamot, ami eddig lement. Közben 0-4-7-46-tal a negyedik. Pedig még ott a második szektorod lidult neki gazdagon. Bence közben a kilencedik. Ha jól láttam, a Turbónak is az utolsó kanyarba vette el, ezért a következő kört is elvette, most indul újra. Igen. Bár... nem vette el neki. Nem ezt, az előző körét vette el. Ugye. Ja, hát igen, az előzőt. Szabosnak is elvette a körét útközben. Hát érdekes tud lenni. Néha. Bence van levezetőn. De Renato van egy újabb gyors körön. Csúszni engedi el. Elegánsan itt a ház pilótáját. Szépen tudja abszolválni az utolsó kanyart is, és nézzük Renátot 0-5-505. Feljön a 11. helyre, egyetlen egy ezreddel előzi meg. Egyetlen. Igen. Turbo most érve. Na, akkor nézzük Turbót. 5. 0-4-7-51. Az eleje is nagyon szoros egyébként. Ők is időmérőnk lesz. Hát ez gyönyörű kis időmérőnk lesz. Üdvözlet mindenkinek ezen a szép napon. Hajrá Ferrari! Szia Józsosan! Pisti is gyors körön van egyébként. Szép csöndben megsúgom neked. Közben egy picikét a nézők felé is szeretnék nyitni. Hogy nem tudom, hogy a hang jó-e esetleg, a játékhang, a mi hangunk, tényleg minden jó-e? Hello, sziasztok, szia Habox, hello. Na nézzük Pistit közben, a második, 04-685-tel. Jó a hang, jól van akkor, akkor jó. Hopp, ott az egyik Ferrari, Glory járhatott itt valamerre. Csak itt érdekesen melegíti itt a gumikat. Hopp! Ákos! Aki ott megjárta a shoulder-t. Azért az első 6-6 két tizeden belül vannak. Igen. Nincs közle a 0-4-3. Na, erről beszéltem. Pakolt egyet. Pedig három körös gumival. Igen. Csufni van közbe körön. Team Patrióta. Szia Tormai Gábor. Közben Sufnin vagyok.
Én most Ádámot néztem, a Ferrari szépen szélárnyékozik. Ja, kis szokásos játék, meg van nekik is. Igen. Ez is Ufni fejezi be a körét, és a 14. egyelőre 0-5-7-82-vel. Ákos az, aki most ott a veszély zónában van egyelőre. Ádám a most 15. pedig helyen a két... Javít. Igen, tehát ott figyeld, hát a két Williamsnek még nincsen körese. Egyelőre. De hát van még 6 perc 28 vissza. Tehát itt még bármi megtörténhet. Igazából. Ádám javított. Nézzük Ágost! 14. A vége is nagyon közel van, hogy ki lesz a kieső helyen és kijut éppen tovább. Igen, most gyönyörűen fogják nyerni egymást, mert ott van, figyeld, hogy nézd meg, az első 10, tehát Trimanatiig bezárólag egy másodpercen belül van mindenki. Ugye erről beszéltem, hogy itt úgymond a különbségek itt nagyon-nagyon el fognak tűnni. Itt 1,3-ra van Schuffni és a Toro Rosso. Rich hát igen. 0-4-3-os körétől. Ez a 0-4-3 egyébként nekem itt azt sejti előre, hogy itt szerintem a Q3-ba lesz 0-4 alatti idő. Azért itt nem lehet olyan könnyen javítani tizedeket, mert igen, rövid a pálya. Igen. De hát ugye lehet, hogy ezt pénteken még mindbe menték meg non-bottom. Az is lehet, ki tudja. Őszintén szóval én bármit kinézek itt a mezőnyből. Közben töhötöm az, aki befejezi itt a körét. Egy picikét széles. Nézzük, 0-5-4-68. 13. helyre jön föl töhötöm. Úgyhogy már csak Szabolcsnak nincsen egyedül mért köre. Turbo javít az első szektorba. Szabolcs. Szabolcs a 8. helyre jön föl, 0-5-153-mal. De akkor kapcsolok a turbóra. De elvette turbó. Elvette. Elvette. Renato most kezdte meg. Mirét. Hol nézzük Renátót? 15. helyem. Közben, hogyha esetleg valaki a box utcában éppen ráér, akkor Gyuszkának egy invitációt várunk. Csak 51 ezred egyelőre. Ennyivel lassabb Renato. Hopp, el is a második szektor mérési ponton, és el is veszi a házpilótája. Szerintem ő még gyorsan visszamegy a boxba, igen. Lenyírja ott a kis friss osztrák füvet. Még egyszer kiér, hogyha ki akar jönni. Igen, ezt mondom. Hogy... Turbós fog átérni. És jó körül van, úgy néz ki. Fel fog lépni. Vagy hát, hogy fel fog érni. 200-ot javított túlra. Közben Szabolcs hagyta el a szervert. Red Bull is szélárnyékozik. Ritcha.
közben Pisti is feljött a második helyre 04576-tal. És a kopott gumikat használta újra. Bizony. Sufni. Sufninak elvette a körét. Rics is így gyakorolgat, ha jól látom, mert letekert erre. Igen. Igen, nem tudom, taktikáznak szerintem a futamra már itt a Red Bullnál. Pisti is szerintem egyébként. Lehet, hogy azt tesztelik. Patriótának pedig közben elvette a körét. Adminátor is. Visszavonult. Sufni is inkább. Sufni biztos, hogy nem jut tovább. Töltöm sem. Ákos most van a gyors körének középső szektorába. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen körül. Igen, át 36 ezred. Egyelőre nem tud javítani Ákos. Át... Hát lehet összerak egy jó harmadik szektort. El is vette. Akkor így vége, nem tud. Úgyhogy Renato megmenekült. A kieséstől. 15. helyen tovább. Slisszol. Ő is most gyors körön van, de egyelőre nem tudja mit. De ő stílusosan be akarja fejezni itt ezt a kört. A ház versenyzője. Minden kör számít, hogy a következő sessionben még jobban tudjon gondolni. Bizony, közben Szabolcs is visszatér. Ott pedig... Most... Miért lehetett ott az az autó? Hát most azt nézem én. Talán nem törte össze az autó. Én most Ákosnak rúgulyám úrba. Hát most megvárjuk, ha még itt Ákos visszagurgulázik, aranyosan. Elengedi Renato alját. Hát akkor ez a végeredmény, Ákos és Sufni. Aki nem jut tovább a Q1-ből. Rich, Pisti, Plessy, Glory, Patrióta, Turbo, Adminátor, Trimanati, Szabolcs, Dompacino, Töhötöm, Rokori, Bence, Ádám és Renato azok, akik tehát így tovább jutottak. Jöhet a Baden-Baden, így van, Bence, így van. Csak az Red Bull, így van, Turbo, így van. Hát ez a Red Bull hazai pályája, ha azt veszi. Fogalmazhatunk úgy is. Hamarosan jön majd a Q2. Kíváncsi leszek, hogy itt az A-ban mennyire fognak itt
stratégiázni esetleg a közepes keverékekkel, vagy a lágy keverékekkel, mert ha jól emlékszem, de erősítsen meg, hogyha ez nem így van, a B-be is nagyon sokan megpróbálták a közepest, de végül senki sem kockáztatott, és mindenki inkább a lágyakat választotta, közben Pistit dobta le itt nekem a játék. Igen, ledobta, de az autója szerencsére bent van, szóval vissza tud igen, lépni. Ez bent van. Hát igen, úgy volt nálunk is, hogy próbáltuk többen is a közepesen, de azzal nem lehetett volna tovább jutni, és a versenyen a lágy közepes is erő volt, mert ha úgy emlékszem, Bálint azzal ment végig. Zverich lágya, vagy bocsánat, a közepes keveréken jött ki. Így van, nagyon sokan a közepesen jönnek ki. Patrióta is, Turbo is, Dompát, nem bocsánat, Glory is. Azt mondja, hogy Pressi is. Igen. Renato is a közepeseken. Trimanati viszont a lágyakon jön ki. Úgyhogy Trimanati nem sokat kockáztat, úgymond. Hát meglátjuk, milyen közepes időket mennek, és milyen időket mennek gumikon. Igen. Ha versenyképes, akkor nincs gond. Turbo. Itt a továbbításhoz, az 14 fele lehet, hogy kell lenni fog. A sárga színű gumi, így van, közben a Ferrari továbbra is nyomatja itt a taktikázást. Glory lett egy picikét itt meghúzatva, Pisti közben visszatér köreinkbe. Ha jól látom, a két Red Bull-ben összegyorskodunk. Igen, én most itt Glory kameráján, vagy hát Glory-val nézek végig egy kört a Ferrari-val. Ugye Pisti vezeti az áligát egyébként. Aztán Turbo a második, Leszi, Glory és Rich az első öt sorrendje. Úgyhogy ők így öten gyönyörűen gyepálják itt egymást. De tulajdonképpen az egész szezonba. Közben Suftit is ledobta. Rich pedig egy 0-5-2-vel megy. Patrióta 0-5-6, Glory 0-5-1. Turbónak pedig elvette? Valószínű. Opá! Don Pacino! Hátsó szárnyal a falba. Lehet menni jó pár kört. Igen, és Don Pacino itt megvárta, még itt a... tömegrendszer elmegy. Megvárta a Mercit. Bencét. Bence fogja majd megkezdeni a körét. Közben nem tudom, hogy aki hallgatja a streamet és nincs gyors körön, akkor a Sufninak egy invitációt létszi. Közben Szabolcs 0-5-0, lágy keverékeken, közben Ádám is a keresztbe valamerre. Itt közben itt alakul itt a buli, Turbo megállt a pályán. Igen, elengedik Pistit. Rokori is ott úgy leparkolt. Rokori is gurul tovább. Jó van, alakul itt a... izgalom. Most kíváncsi leszek, hogy a lágyasok mind megelőzik a közepest, mert akkor kiszorulhatnak olyanok is a közepesen, akik inkább ezért cserélni fognak, mert többet ér nekik egy 3 mint a közepes keverékkul. Hát nem tudom, Leszi 0-5-8-at ment közepesen, Rokori 0-5-9-et. Hát ugye eddig Szabolcs ment egyedül a lágyakon kört. Úgyhogy talán hozzá tudnánk itt hasonlítani a dolgokat. Tehát egy emberből nem szabad kiindulni természetesen.
De Ádám is visszatér a boxba. Igen, igen, jól leégett azokat, amiket így legyen még egy körbe. Érdekes mekkora különbség van, hogy nálunk csak a lágy ront szinte, vagy csak a közepes. Igen. Ötön fejezi be közben a körét. És az ötödik helyre jön föl, 05-821-jel. Bence, 06-4. Na, Pisti, Pistinek elvette a körét. Pisti most fog itt neki dudálni magát az ügynek. Így én nézek itt az alfával egy kör. Nem, addig követem a többieket. Hol van? Jó, Sufni is visszajött, jól van. Tudom is, hogy hozzá egy ilyen keresztül ezt a körül. Bár ez már levezetett a rajta. Ádám kijött újra, és lágyokat rakta fel. Közben Pisti 0-5-0! Pisti átveszi a vezetést közepes keveréken. Nagyon durva. Adminátor is gyors körön van a csapattárs. Nézzük, hatodik. 05-472. Trimanati is jó körön van, mert egyébként nem tudom, hogy vagytok ti vele, de lágyak, tehát ott vele, hogy felindultott nekem a térkép gazdagon, úgyhogy Trimanati is jó körön van. Don Pacino 11. 06-0-val, és 05-7-et megy Trimanati, ezzel feljön a 8. helyre, és Plessy van itt a veszélyzónában jelen pillanatban. De hát van még 7 perc, és tulajdonképpen ez a 7 perc alatt itt bármi megtörténhet, Ádám van közbe körön, lágyakon. Le fog menni oda, 0-5 lesz Ádámnak, 0-5-5, a hetedik. És továbbra is szinte csak a közepes keverék gulik. Igen, Rokorinak ismételten elvette közben a körét. A Racing Point, a McLaren. Renato most kezdi a körét. Így van. Továbbra is a közepes keverékeken. Plessy is elindult egy körre, úgyhogy én nézem itt a McLarent. Renato túlcsúszott. DRS offline, a legjobb dolog a világon. Írt közben Don Pacino. Hát továbbra is jó a játék. $347,000, de jobb egyelőre. És Plessy nagyon jó körön van. És
sárga oldalfalú Pirellikkel. Úgy Ádám környékére érhet, úgy elé. Nincs fontos. Igen, sőt, még szerintem bőven elé hatodik. Hát... ezzel bebiztosítottam most. Igen. Csak aztán itt ki tudja, hogy itt a kieső zóna, itt a hötömék, hogy gondolkodnak. Mert lehet, hogy fölteszik a lágyat. Aztán onnantól borul az egész. És a Trimanatétól elkezdve felfele, ott nagyon sokan mond, veszélyben érezhetik magukat. Renato van a középső szektorban. Rovit egyenlőre. Elvette Renato. Üzemanyag is kifogyott, szóval nem tudom, hogy lesz. Hát villogott neki a kis ikon. Kettő ember kivételével mindenki a pályán, vagy hát, bocsánat, mindenki a box utcában. Most már három. Rich Patrióta és Bence és Patrióta fog megkezdeni egy kört. Renault-val, 13-as számú Renault-val, nyílik ott a hátsó szárny. Kivembe veszi az egyes kanyart. És Tompacino és Bence kijött lájgumikon, ha jól látom. Akkor is felrakta a lágyakat. Hát egyre többen teszik föl. Most így mindent egy lapra feltesznek. Patrióta hű maradt a sárga oldalfalú gumi, sárga autó témához. Érzi, lehet, hogy az előző körben maradt a gumi. Igen. Lehet. Hát igazából nem látunk bele Patrióta fejébe. Ó, és elvette neki az utolsó kanyarba. Az a fránya utolsó kanyar. Trimanati is körön van. Bence egész jó körön van a lányokon. Szerintem ez top 10-es kibé. Ez bőven az lesz. És így meg kitúrhatja a közepes kanyarét. Igen, hát most ott a közepes, tehát itt ezt mondtam. Hát is veszi a vezetés Bence. 0-5 nullával. Tehát, hogy itt akik közepessel vannak kint, és ott vannak úgymond ergo a veszélyzónában, azoknak kapcsolniuk kell, hogyha itt a hátulja föl fogja rakni a lágyakat. Tehát ugye futam végén esti is volt, tehát szerintem nagyon sokan ezt is vele kalkulálják a stratégiába, közben Tompacino negyedik 0-5-1-jel kitúrja a Patriótát. Közepes Trimanati is inkább visszajött. Hogy kihúzzák az esélyt. Igen, tehát elvileg a futam végén fog jönni az eső. Gyakorlatban meg Rokori átveszi a vezetést, 0-4-9-el. Kitolja Ádámot, de Ádám nem fog már felérni körre, mint ahogy Adminátor sem, és Trimanati sem. Úgyhogy Trimanati biztos kiesik. Tehát egy ember már itt ki van véve a buliból. Patrióta elment még egy körre. Töltöm is körön van. Renato is körön van. De nézzük Töltömöt. Töltöm maradt a közepesen. Érdekes. Na jó, itt egy tizedet. Stratégiát. Igen, egy tizedet, de hát mennyi kell? Hát egy fél másodpercet minimum kellene találni a továbbjutáshoz, Töltömnek. Az meg hát nem tudom, hogy meg lesz-e.
turbo is elindul most egy körre a lányokon. Hát, turbóék szerintem ott biztonságban lehetnek. Igen, mert csak hárman tudnak. Kiesett közül. Igen. Adminátor. Nem, bocsánat, Bence visszavonult itt közben. Ádám és Trimanati biztos kiesők. Nézzük, töltömöt. 11. töltöm se jut tovább. Patrióta sem jut tovább. Elvette neki, úgyhogy Patrióta is kiesik. Renátó. Renátó. Renátó vagy Adminátor. Elvette Renátónak az utolsó pillanatban. Renátó sem jut tovább. Hoppá. Hát ezt megúzták, itt a közepesesek. Itt Turbo Rich és Plessy legfőképp. Meg Adminátor is, valamilyen szempontból. Úgyhogy töltöm, Ádám, Patrióta, Trimanati és Renátó azok, akik kiesnek a kvalifikáció második szakaszába. És Rokorival, Bencével, Pistivel, Szabolcsal, Dompacinóval, Glórival, Turbóval, Richer, Plessyvel és Adminátorral folytatjuk. Itt a kvalifikációnak a harmadik szakaszát, mindent eldöntőt. Jobbot közben átnyúlt, vagy belenyúltak ott a Red Bullnak az oldaldobozába, azt nem tudom, hogy láttad-e esetleg. Valamit megbütyköltek. Na igen. Szóval Rokori, Bence, Pisti, Szabolcs, Dompacino, Glory, Turbo, Rich, Plessy és Adminátor. Utolsó kanyarba vette, pedig a 11. helyre mehettem volna. Igen, az a baj, Renátó, hogy láttuk. Igen. Most kíváncsi leszek, hogy milyen eső jön majd meg a futam végére, mennyire szól bele. Igen. Közben DK-nek is valaki egy invitációt küldjön. DK is fölért, úgy tűnik. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor kettővel többen leszünk a futamon. Szép lassan mindenki kijön, meg kezdődni az első gyors kerültek. Van. Rokorjék maradtak bent. Két Racing Point és Turbo. De azt nézem, hogy ki lesz az első. Ott az Pisti. Egy Alfa, ha jól látom. Pisti. Pistinél megfigyeltem ezt egyébként, hogy a rázókövekkel nem komolyan és nagyon keményen bánik. Meg is van az eredménye, lesz egy szép köridő ebből.
minden egyes millimétert kihasznál az Alfa. És utána itt azonnal kapcsolok a csapattársára, hogy is adminátor fog jönni mögötte. 04494. Ezzel nyitja Pistit a Q3-at. Persze, 04663. Hát figyelj, hogyha abból indulunk ki, hogy pénteken este gyakorláson 0-4-0-át ment Pisti, akkor ebben még van gazdagon. Pont lesz üdögötte szorosan. Igen, Szabolcs 0-4-8. Glory, Glorynak is ott lilul a térkép, gazdagon. És átveszi a vezetést a Ferrari, 04305. Bencének elvette, Rokori fejezi be itt a kört. Nézzük Rokorit. Egy picikét széles, de ezt még engedi a játék. Az ötödik. Rokori 04830. Turbo 04386. Don Pacino pedig a nyolcadik, 04940, én pedig gyorsan. Most Bence van a középső szektorban. A letekert motorról is. És inkább visszajön. Na úgyhogy itt azt hiszem, itt az első hullám itt megvolt. Úgyhogy jön egy kis szusszanási szünet talán itt a pályán, ami nem is lesz szünet, ugyanis is próbálja ezt a kis ürességet itt kitölteni itt a pályán, és megpróbál egy légüres térbe, egy tiszta pályán egy jó kört menni. Red Bull. Turbo is még egy körre elmegy, és kezdte. Bizony. Most csak a Red Bullok vannak a Red Bull ringen. Igen. És 180 ezreddel jobb Turbo az első szektorba saját magához képest. És elvette. Elvette. Akkor kicsikét ott korrigálnia kellett valószínűleg. De nézzük Richet! Vagy lehet ez a stratégia, hogy itt megpróbálja meghúzni Richet. Hát ahhoz már elmond, túl messze. Hát igen. Ezért megpróbáltad Pistitől egy kis szélárnyékot csendni. Tehát... nagy taktikusok itt a fiúk. ...44,721. Második szektorban a mérés végeredmény. Op. Egy picikét ott a rázókő kidobta. Igen. Ez áll egy komolyan beszágódott. Igen. Na Pistit! Nézzük Pistit! Akkor tehát. És ti a vissz. Pont nem figyeltem ott a kis deltát. Utólag kapcsolt igen. Oda, de mint hogy egy tizedet írt volna, több mint egy tizedet. Aha. Hát várj, ezt meg tudjuk nézni. Ja nem. Mindjárt mutatja a itt a rendszer. Igen. Hoppá. 237 ezred. Pisti átveheti a vezetést. Hogyha itt össze tudja rakni a harmadik szektor. Tökéletesen kihasználta az erre. Igen, 0471. Átveszi a vezetést, és DK-ig becsatlakozott útközben.
Szerintem most kérde. 0-5-öt. Bencének. Rizs pedig újból ki. Elengedi a Mercit, Bencét. Az egyetlen állva maradt Mercedes itt a kvalifikáció harmadik szakaszában. Itt a Q3-ban eddig egyik csapatot sem láttam szélárnyékozni. Nem. Még itt messze van a... a stratégiázás közben minden egyes új nézőt itt. Sok szeretettel köszöntünk. Itt a Red Bull Ringen Spielbergben. Szezon 8. verseny hétvégéjén. És nem elírás, nem be vagyok állva, hanem francia pályát így nemes egyszerűséggel így kihagytuk. Ugyanis kellett egy kis naptár változtatás, hogy le tudjon menni ez a szezon az F1 2020 érkezéséig. Na nézzük Richet! Hogy vajon itt harmadik nekifutásra hogy tudja abszolválni ezt a pályát. Hajrá, sziasztok, szia kukkoló. Rokori gyors körül van, a középső szektoron most van a start és egy tizedes a ritádról van. Én itt most itt a azai színeket nézem úgymond, ugye mi is tudnál mi van ugye a B-ben, aki esetleg követi a B-ligát is itt az áliga mellett. Rokori javított, ja, Red Bull van. Pozíció nem sikerült. Nem eleget, maradt a hatodik, igen, és Rich elveszi! És fogy az idő! Turbo, fogy a rendelkezésre álló idő! Úgyhogy akkor jövök ide Turbóhoz. Ha tényleg ilyen jó köröm adott közben a Bika, és ott érdekes pózokat vágott a háttérben. Ez a Krics nekifut ismételten, és nézzük és Turbót. Elvette neki. Elvette. De nem volt piros a térkép nekem. Hát, ez benne van. Nem mutatja nekünk. Pedig 1-0, 4-0-ás volt. Nulla van, amennyit volt. Mondja, hogy Pisti, hogy a B-be ilyen gyors, mit szed, vagy van valami csítkodja? Hát figyelj, interjú alatt meg tudjuk kérdezni tőle, hogy ő így mit művel, mit közdik, működik itt közre itt a rendszernek. Én itt vadászom, hogy esetleg ki az, aki körön van. Don Pacino, talán. Hát 29 ezred, úgyhogy valószínűleg itt Don Pacino körön van. Bence már nem is akar kijönni. Nem, Bence, ő neki jó ott a 9. hely. Á, de Don Pacino, elvette Don Pacino. Ő is visszajön a box utcába. Szabolcs fog majd még kört menni, Rokori fog majd még kört menni. Rokori is a boxba. És Adminátor van gyors körön. Rokori is kijött? Rokori is kijött, akkor Rokori sem fog már javítani. Adminátor körön, igen. Úgyhogy én pattanok is be ide az Alfába. Az ex versenyszemélyi gépjárművemben, hogyha szabad így fogalmazni. Don Pacino vissza is vonul itt az eseménytől. És ti javít egyenlőre. Rokori is. Igen, Pisti az ott lesz. Itt lesz Adminátor előtt. Úgyhogy most én ide gyorsan Pisti. Átjöttem Pistihez. Nézzük! 0-3-9-28! Na mondom, ott a 0-4 alatti kör! Nézzük Adminátort! Nem tudott javítani. Glory! Oppa, kezd már Glory! Glory! Opp! Glory se fog már javítani. Egy tizedes javításban volt pedig. Rizs közben a második, 04-204. Na csak összejött Rizsnek itt a végére a kör. Turbót, hát azt lehet elvette ott neki, hát az már széles.
Az már széles. Plessi. Plessi! Van még itt körön. 0-4-4, marad az ötödik. Adminátor, hát... Végül is... Hát 186 ezer, de rosszabb. Szabolcs is közben bejön a hatodik helyre. Ez a Adminátor. 7, marad a... Hát nem fog ezt szerintem végig menni. Úgyhogy ha végig is megy, nem tud tudni javítani Adminátor. Valószínűleg. Bárki tudja. 0-4-9, nem tud javítani Adminátor. Úgyhogy akkor ez az időmérőnek a végeredménye. Pisti csak összerakta a 0-4 alatti kört, amit itt prognosztizáltunk. Közben a McLaren alkotott. Most már összetörheti ez a mert a futamra összerakta. Igen. Szóval ez Q3-nak a végeredménye. Pisti, Rich, Glory, Turbo, Plessi, Szabolcs, Adminátor, Rokori, Dompacino és Bence. És akkor most meglátjuk, hogy mekkora különbség van azok között, akik lágyon rajtolnak az élmezőnyből. És a közepes keréken rajtolnak. Pontosan. Na. Közben vissza is tértünk. A kis kényszer szünetet követően. Hát jön akkor az új játszás. Itt az osztrák nagy díjjal kapcsolatban. Tényleg megpróbálunk, hogy is fogalmazzak, a legjobbat nyújtani a pilótáknak, de hogyha ez itt a játék olyan, amilyen, azzal sajnos nem tudunk mit csinálni. Most nem tudom, hogy ez azért volt, mert most itt kommentátorkorok, és pár tiszteletkört ment nekem a safety car-ra, vagy mit akart. De ennyire volt belőle már. Hát én nekem már rosszul leszek itt a safety car-tól. De végül is ez egy, hogy is fogalmazzak, egy például a Szabolcsnak egy előny, vagy egy prioritás, hogy ki tudott, vissza tudott így jönni az Udobinak köszönhetően. Az most mindenkinek új esély, bízunk benne, hogy még jobb rajta. Igen. Így van. Így van. Szóval akkor üdvözlünk ismételten mindenkit a második osztrák nagy díjon. Mondhatjuk úgy is, hogy jön a második futam. A Spielbergi aszfaltcsíkon. Na majd tudod, mi lesz az XG? Hogy ez majd amikor fölrakom YouTube-ra? Na, azt így hogy fogom majd itt szétvagdalni meg ilyenek? Hát az előző futamot ki kell vágni. Ki tudod így köztesen. Hát jó, csak érted úgy... Sziasztok újra, szia Renato! Hát mondjuk észre, szeretném ezt így meg... Várjál? Végül is... megoldható. Bár akkor még nem látszik ez a zseniális safety car. Amúgy is két versenyt rendeztek volna Ausztriába. Hát így van, Dompacino, így van! Egyébként... Na, mi zajlik még itt? Ez egy rekord közvetítés lesz, nem? Azaz.
Na hát akkor sok sikert mindenkinek még egyszer. Az új futamon, új esély, új lehetőségek, új minden. És itt van mindenki, hála. Hú! Na, akkor nézzük a Gumi Stratégia 2.0 következőt. Azt mondja, hogy igen, Szabolcs. Igen, mert ugye Szabolcs is lágyakon rajtol, tehát Szabolcsnak is lágyakon kell rajtolnia. Rokori Don Pacino Bence lágyakon is Gyuszka kemény keverékeket választotta. Igazából csak az első trikot tudod? Kérlek tartani, mert a többiek az előbb is úgy választottak, ahogy akartak. Úgy futam. Igen. Megint választottak. Így van. Még egyszer mondom, új futam, új esély mindenkinek. Ez a 14-5 kör ez így sutba. Bemelegítés, felvezetjük magát. Igen. Előfutam, na. És hogy általában mindig mi szívunk ezzel, hát hihetetlen. Most azért is szurkolok, hogy legyen baleset, ne jöjjön be ez a safety car. Hát akkor nem tudom, mi lesz itt, ha itt megint itt megbolondul a safety car. Hát akkor én is megbolondulok, csúnyán fogalmazva. Nos. Majd figyelem a hátsó felét. Jó. Én meg itt akkor itt megvárom, amíg DK, Gyuszka felsorakozik a rajtrácsra. És akkor lássuk az osztrák nagy díjat így másodjára itt az MRCT4 Xbox Hungary ligában. 4-5. És elrajtolnak ismételten a fiúk így másodjára is. Igen, igen, ott az adminátort próbálják ott kaparni. És ismételtet ott a két Racing Point. És Patrióta az, aki ott megpróbál ott kiszúrni. Hát oda ebben nem teszi be. Hát oda... Hoppá, a kettes kanyarba is veszélyes dolgok. Igen, ott a kettes kanyarba is ott röpködtek a dolgok a két Renault keresztbe. Patriótát keresztbe rakták, és ott Patriótánál volt egy reset track szerintem. Szokásához, vagy hát nem szokásához. Igen, itt nagyon megy itt a daráló. Hármad, ott nem nagyon fogtak ott elfordulni. Töltő adminátor és Don Pacino. Két fiatal ember, aki úgy alapjárat nincs, hogy beszokott oda keveredni a botrányba. Ha. Na, de egyébként ez az rész nem rajt volt, mint az előző. Igen, Bence ott van a 7. helyen. Igen. Rich pedig tolja le a pályáról Glory-t egyébként.
ott pedig Don Pacino próbálott kibújni ott adminátor mögül. Strivanati páholyban nézheti az események sorozatát. Már is rá is egy túlpóra. Opp, Richot kiforgatom. Hoppá! És Rich ott volt keresztbe! Na meddig zuhad még? Ó, szegény Rich. Ráesett Glorina, és közben megjött a hátul a turbó is. Aha. Mert Pressi is vesztett egy kettő pozíciót is vesztett, Szabolcs és Bence is megelőzte. Hát akkor valószínűleg ott megzavarta a... a kis... Úgy előtte volt. Falhéjon Rich-sel. Isti vezet, Glória második, Turbo, Szabolcs, Bence, Pleszi, Rokori, Ádám, Adminátor, és töhötöm az első 10-1 előre. Rich pedig kapott egy 10 másodperces büntetést. Ó, szegény. Hát ez új nagy ütéspatt. Ez nem jött jó Richnek. Igen. Bence támadja. És Rich jön is ki a boxba. Így van, Bence és Szabolcs! Bence életre kelt itt az új lobby alatt. És már ott van a negyedik helyen. De ott a lágyakon, egyébként. Tehát... Szegény Richard meg most csak rövid kívül. Igen. Hát most egyértelműen ő itt a nagy vesztese a... Elengedő az így. Közben Szabolcs bújik ki, Bence! Szélárnyékából! És Szabolcs vissza tud vágni Bencének! Vissza tud vágni Bencének! Rokli támadja Pleszit. Igen, hát most a lágyasok most itt megindultak, mint a mérgezett egér. Pressi is itt beszállt itt a csatában. Bence próbálja ott... Igen. Próbálja ott takarítani a cuccot. Ő pedig gyakori. Itt nagyon komoly csata lesz. Mert tényleg már nincsen sok felereset. Ebben Rokori, akkor nagyon közel. Egyelőre ez nem támadó pozíció. Hoppa! Pleszi, mint hogy egy picikét szerintem ott megtolta volna Bencét! Az Rokorító is kapott egy pofont. És így két pozíciót is veszít egyszerre Bencem. Rokori és Pleszi is megelőztem. Lehet, hogy elfékezte, vagy hát nem tudom. Pleszinek sérült a szárnya. Lehet, igen, ott a bal oldalán ott az a kis pöcök az ott, hogy hiányzik. Úgy elmúlt. Nincs neki olyanja. Megszűnt létezni. Kész, vége, ennyi volt. De kint marad. Kint marad, igen. Hát egy kicsikét ott szélesre is vette itt az ipart. És Bence támadhatja itt DRS-sel. De Glory, nagyon közel volt. Igen, most néztem, hogy itt 285 ezred másodperc, és azért benézett oda Glory. Beegette oda az autót! Most igen közel van kigyorsításon. Igen, nagyon közel van Glory.
Micsoda, Beresti Glory! Beresti Glory! Beresti! Beeresztette! És megelőzi Glory Pistit, átveszi a vezetést! Itt közben Rokori preszi és Bence továbbra is így gyepálják egymást, mögöttük pedig Adminátor és Ádám! Adminátor körbeutózta Ádámot. Most Pisti visszavághat, mikor délest. Most Pisti megjelőzik a úrit, megtette. Gyeri! Itt előmegy itt a csata közben! Én pedig a hátulját néztem, ott Ádámék gyepálták ott egymást, közben Plessy is visszaelőzte Rokorit. Glory fékezett egy kockásat. Olyan volt, mint a Glory direkt égette volna, és előfordulja vele egy kicsit, hogy vélek legyen utána. Érdekes. De ez jó tudó, és felzárkóztat, hogy végelhetően. Igen, hát 1,6-ra van Pistitől. Bence, Rokori. És ott látja, maguk előtt. A Pisti felreked mindent. Gyusztak közben a boxban. Igen, és most Pisti mindent egy lapra feltéve, DRS-sel, ERS-sel mindennel támadhat. De egyszerűen nem tud közeledni Glorihoz. Ott tudja tartani, de hát nem tud mit csinálni vele. Közben Renato és Don Pacino itt hátul a 11. helyért csatáznak. Renato megelőzte Don Pacinót. Ugye ők már egy héttel ezelőtt Kanadába is találkoztak. Annak Renato itta meg a levét. Egyelőre még gurul mind a kettő. Közben ott Ádám és Töhötöm. Bizony. Töhötöm. Körbeutózza Ádámot. Körbeutózza. De megpróbál visszavágni Ádám. És most Ádám lesz belső íven. El tudnak fordulni egymás mellett. Egy picikét ott kikerült Töltön pályán kívülre. De ez még szerintem belefér. Bizony, Renato dupla szélárnyékot vehet. De inkább engedi Renato. Nem kockáztat. Topacino meg inkább lemaradt tőlük. Ő sem kockáztat. Na most mindent egy napra feltéve. Igen, ez nagyon komoly lesz. Itt hárman hogy fognak itt elférni? Sehogy, mert Renato elenged inkább! Igen, a Don Pacinót szerintem ott egy picikét megpöckölt a hátulról Renatót. És szerintem DK-nek is sérülhetett a szárnya, ugyanis DK is ott volt már egész közel Don Pacinóékhoz. Renato biztos, hogy sérült. Ádám. Igen. Hát Renátónak sérült. Igen, Ádám most beindította itt a... Mindkét házszer sérült. Hát igen, ezt mondom, mert ott ugye lelassultak, és nem jön ki Renato. És DK viszont jön. És jön mögötte a Red Bull, Rich. Rich is benne volt itt a buliba. De Glory megint nyomja Pistit. Ami visszaerőzik. Igen. Szegény Rich. De megint messze van Glory. Mind a kettő még hogy játszik az ERS-sel is, ha bűnöm. Ádám közben megelőzte Renatót és Don Pacino is. Úgyhogy Renato sorra veszti a pozíciókat a törött szárnyal. Egyébként Rokorinak is egy picikén sérült. Renatóhoz hasonlóan.
Bár itt ezeket a képeket elnézegetve Renátónak, hát őszintén szólva gőzöm sincsen, hogy itt mi a koncepció. De Renátó jön ki Renátó. Eddig bírt a törött szárnyakkal. Akkor jövök ide vissza. Bepróbálkozik bizony! És elfordul a két autó egymás mellett. Gyönyörű! Istenem, van délre csak. Igen, és így Pisti visszaveri ezeket a támadásokat. Ott van még Glory, ott van még! És közben Adminátor előzi Bencét, ott elkezdtek elfogyni a lágyak szerintem. Renátó is felrakja a közepes keveréket. Turbo pedig annak ellenére közelebb kerülni, hogy harcolni a vélet. Bizony. Patriótát pedig ledobja a rendszer. Jó, hogy kiváltott a videósítást, és bemutat két tizedre. Igen. Bence közben a boxban megkapja a közepes keveréket, és aztán hadszoljon. Igen, Rokori nem áll le. Ott tudja, ott igen. Megjött az adminátor is. Igen, Patriótának egy invet valaki, légy szíves, küldjön majd. Ha esetleg egy ilyen kis nyugisabb környezetben van. Közben a harmadikus fizetés csak fájártalásért jönnek körülmások. Bizony. Csak úgy záporoznak. Akkor ez nagyon szépen tartja magát egyébként. Rokori Zsorgiát újra próbálkozik, lesz jelen. Igen. De itt szerintem itt inkább ebből! Ujj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 
hátulrólad Minától Rokorit. Rokorinak is picikét sérült a szár. Bizony. Hát a Racing Pointok folyamatosan kapják itt az ügyet, meg az ipart. Jön és kigrúrja a boxba. 12 körös lágy keverékekem. Közben Patrióta belépett. Tudom. Hívd be, betudhatod neked az invite, everyone to game, az neked kim van, Kunármi? Nincsen. Nincsen? Remek. Akkor egy fél pillanat, és akkor csinálok én egy partit, jó? Itt kék zászló, meg minden van.
Az élet folyamatos a harc. Burgó pedig leszakadt egy másodpercre már az első két helyezettől. Ez itt pedig Arminát nyomja folyamatosan. Bocsánat ezért a kis dologért. De egy próbát megért mindenféleképpen. Na de térjünk ide vissza az autósport viadalra. Hítség közben a leggyorsabb kör 0-7-3-mal. Hát legalább ez jut itt a Red Bullnak. Pisti és Glory továbbra is így gyepálják egymást. Leszi és Adminátor. Valami prima neki. Elmondjuk Szűcsádámot. Bizony, Trivanati és Ádám! Vigyél, nézd ott a tempó különbséget! És beereszti oda Trivanati! Beereszti oda Trivanati! Bejön a hetedik hely, itt pedig hátul! Gyuszka és DK! Gyuszka egy picikét ott, mint hogyha nekem ugrálna. Egymás mellett fordulni. Én a Tom Pacino is közben meglátogatta a box utcát. És ki ez Dóri, de nem elmondott. Szabolcs is közben megelőzte Sufnit. Igen, itt a lágyasok szépen csöndbe itt közben, még itt, itt jártunk. Vagy hát el voltunk. Addig a lágyasok szépen csöndbe itt kijöttek. Ezt nem tud teljes tempóval menni a sérülésre. Igen. Közben Glory és Pisti ismételten! Pedig Adminátor és Plessy a negyedik helyért! Igen! Most Plessy lett a bérese. Igen. Igen, most vissza tud támadni Plessy. Igen, egy kis nem engednek a fiúk, autó, nem autó. Nem, nem. A negyedik helyért megy itt az action. Hoppá, keresztbe állít. Hoppá, és mind a ketten keresztbe. Hát szerintem itt csak sikerült magukra itt beállítani a balhét. Újjjjjjj, csak közben figyeljenek a többiekre! Igen! Meg ott szerintem ott a guminak is ott kuka. Úgyhogy szerintem itt mind a ketten meg fogják látogatni a box utcát. Ó, pedig úgy elnézegettem volna ezt a csatát. Leszi is jön ki. Szerintem Adminát. Adminától nem jön ki. Lesz, hogy felrakja a lágyat, és szárnyat cserél. 17 körre felrakja a lágyat? Az merész! Glory büntetés kapott. DK és Gyuszka, páros tánc viadala.
újabb felvonás. Nem, itt egymásra találtak itt a fiatalok. Don Pacino pedig... igen. A 14. egyelőre a Racing Point pilótája. De hogy Plessiot mit akar adatlan a lágyakon? Én nem értem. Itt egy... McLaren döntés. Most nagyon nagy Sufni is közben a buszban. Sufni, na nézzük miket rak föl Sufni. Sufni is felrakta a lágyakat, úgyhogy Sufni is reménykedik itt a... a dolgokban. A dolgoknak a... helyes folyásába. Don Pacino közben nagyon-nagyon támadja Gyuszkát, és nagyon közel van egyébként. Messi pedig DK-t. Igen. Most itt mondom, itt a McLarenek itt páros tánc viadal tartanak. Cool. Bericsi kapja az 5 másodperceket, mert a szél, a kék zászlót azt így nem nagyon veszi figyelembe. Glory és Pisti ismételten, közben itt az elejében. Glory megpróbált aláfordulni Pistinek. Ádám is közben a boxban. Most igen, most nagyon ott van. Pisti azért rácsukta ott a kaput, elég rendesen. Nem engednek a srácok. Nem bizony. Ádám is jön ki a lágyakon. Pont belekerült a bolyba. Igen. És Glory is. Glory is fel fogja tenni piros oldalfalú Pirelliket. Így van. És akkor haladjunk tovább. De itt töltöm is, itt hamarosan itt meg fogja látogatni itt a, itt a box utcát ott. Oldalt. Trimanati most jön ki. És egyébként most leszek nagyon kíváncsi arra, hogy Pisti milyen tempót fog tudni diktálni. Az ott kérlek szépen Patriótának az aija. Ott előtte. Patriota azóta se tudott egyébként csendes visszajönni. És itt nem tudom tényleg, hogyha valaki hallja a streamet, és nyugis szektorban van, vagy nyugis részén van a pályának, akkor Patriótának egy invitációt. Jó, most persze egy Plessiékre gondolok, akik itt négyen gyepálják itt egymást. Don Pacino, Ádám, Plessi, Trimanati és Gyuszka. És igen, Trimanati bejön ebbe a kis vonatba. Ugye most így gyönyörűen itt összeállt. Don Pacino vezéletével. Don Pacino és Ádám közben. Igen, ott pedig Trimanati és Gyuszka. A Plessi támadja most Don Pacino. Igen, Ádám is közben itt átrágta magát. Don Pacino! Megadja mindenki, mindenkinek a helyet. Nagyon szépen. Igen, a lágygumi most itt beindult. Itt a következő néhány körre. A rokori bencéhez van. Igen. Hetedik helyért, de Plessi is nagyon közel van Ádámhoz. 9. helyért megy itt a csata. És Pisti nem jön ki egyelőre. Most figyeld Rokorit, felszerűrőd DRS. 5,4 tized másodperc, nézem őket. Rokori, kikerült a Bencét. De most Bencé lesz a DRS. Ivan, jövök ide. Igen. De Ádám megpróbál alávágni. Nem, de Plessi egy picikét megcsúszott. És ezt használhatja ki Ádám. És itt vissza is tud vágni neki. Visszavágott neki. Turbo is közben felteszi a lágykeverékeket. Glory eszeveszett tempóban közlekedik ott a piros oldalfalú Pirelliken, mert egyébként megfutott a leggyorsabb kör, csak úgy halkan jegyzem meg neked.
Úgyhogy szerintem Blúri át fogja ugrani Pistit. Atya Pisti is úgy gondolkodik, hogy... Hát igen, igen, itt közben Ádám és Plessi továbbra is itt gyepálják egymást. Na... Ó, van, oda azért ember nem teszi be. Ádám is tudta nagyon jó, hogy nem ott fogja megváltani a világot. Töltöm is közben kimondt a boxban. Nagyon közelből állunk. Bizony. Egy kettő körre frissebbek Ádám keverékei Plessi gumijainál. Na, és most jött ki Pisti a boxba. Most jött ki közben Pisti a boxba. Itt pedig mögöttük Trimalati is itt próbálja itt nyomni a bandát előre, hogy menjenek, ami a csövön kifér. Glóri elment. Glóri elment, bizony, ezt mondtam, hogy Glóri el fog menni. Turbo viszont nem fog itt a kis térkép alapján. Itt a kis térképből kiindulva, és Adminátor kivételével mindenki volt a box utcában, minimum egyszer. És 25. körben jár az osztrák nagydíj, ami egyébként, ezt még így nem mondtam el, de egyébként ez valóban így van, hogy hogyha csak az árigás versenyeket nézzük, akkor az 50. futam, ugye a futama itt az ás mezőnynek, úgy közben szegény Adminátor rengeteget veszített itt ezen a leghosszabbított, közben Don Pacino a falban! Ezt nem láttam. Hát mi történt? De... Én se láttam. Én se láttam. Pedig Gyuszka és Sufni közben? Hát igen. 11. helyért. Hú, azért Sufni is úgy. Na igen. Biztosan ez. Szóval ez az 50. futama az A-ligának. Ugye összesítésben már messze nem az 50, tehát azt már túlszárnyaltuk és... Közben ránézted, mint így kell többen állni. Isten. Közben Sufni! Körbeautózta Gyuszkát! Hoppá! Közben Don Pacino fejezi be a futamot! Sufni és Gyuszka értek össze! Hoppá! Na igen, Rückwärts! Igen, figyeld ott a házra, aranyos. DK közben a boxban. Rich, 3 másodperc. Zajlanak itt az események sorozata. Ádám előtt között. Csukának nincsen szárnya. Igen, itt pedig Ákos. Glóri körözi le Ákost. Az 54-es számú Renault. Ó, szegény Gyuszka. Ó, elmegy. Visszatámad rokkor. Igen, egymás mellett a két autó. A két Williams megint nagyon komoly verseny megy. A Szabocs megint ott van a negyedik helyen. Töltöm! És Rokori visszaengedi oda. Ó, miért váltottam el én, Balga? Hoppá! Picikét ott el lett ott küldve Rokori művet nyírni, itt pedig közben Trimanati és Ádám a 9. helyért. Igen, öt. Nem. Ám úgy van az. És ki közeledik, de nem elég.
Ádám támadja ki barátot. Igen, őket nézem. De nem is takeri fel az RS-t. De ennyire csak nyomást kérdezik. Hát érdekes lesz itt a vége a sútüntetésből. Bizony, mind mindig. 29. körben jár az osztrák Nagydi Glory, vezet Pisti, Turbó, Szabolcs, Töhötön, Rokori, Bence, Pleszi, Trimanati, Ádám, Adminátor, Sufni, Renato, Ákos, Patrióta, DK, Rics és Tyuszka. Sorrend. Pisti hozott egy másodpercet Dompat... az előző körben. Csino, az egyetlen kieső egyébként. Ákosnak kell itt elengednie Istit. Mi van? És engedés, Glory újabb három szek! Érzi a nyomást! Közben lesz, hogy megérkezik Bencére. Bizony, hopp, ott Bence ott egy picikét ott lenyírta a füvet. Ahogyan azt illik. Trimanati, igen, Trimanati. És Plessy. Igen. Ez egy gyakorlat Verstappen. Igen, ott egy kicsikét ott ki lett terelve a Mercedes. Pisti pedig közben a leggyorsabb kör. Pisti elkezdte nyomni neki. Bence pedig megpróbált aláfordulni Bencének. Nem jött össze neki. Így ő is megy. Így az eredmény után benne a darálóban ben van most ott a Mercedes szendvicsbe. Igen, Plessy belül tartja az autót. Egy picit kintessékeli Bencét. De megvan neki. Megvan, Bence még azért ott tartotta egy picit az autót. Egy picit ott meg is picsaklott alattam. Hoppá, keresztbe egy Rokori. Mercedes közben! Rokori keresztbe volt! És Bence eltalálta! Atya világ! És széptika! Atya úristen! Hogy került a keresztbe? Megcsúszott szerintem, vagy én nem tudom. Az időjárás felhősödik, ezért én nem látom, de én is. Na, akkor azt mondja, hogy... Ez a Bence írja. Hát... Pedig amúgy Bencének is nagyon jó futama volt, és Rokorinak is. Glory kiállt, Turbo kiállt. Glory kiállt. Szabolcs sem állt még ki. Szabolcs is folytatja az autóverseny. Igen, el is megy Turbo mellett. Szabolcs följön a harmadik helyre. De azok a gumik 17. Töltöm is ott van az ötödik helyen. Plessy nem jött ki, Trimanati nem jött ki. Ádám viszont föltesz egy új szett lágyat, Adminátor nem jön ki, Sufni pedig már lekörözött. Aha! Szóval, azt mondja, hogy akkor itt menedzseljük itt a dolgokat, hogy mi a helyzet. Pisti és Glory között van két autó. Ez fix. Ott a Toro Rosso-val Sufni a tizedik helyen,
És ott van Ákos 11-ként a Renault-val. Tehát két autó van Pisti és Glóri között. Akkor azt mondja, hogy a következő csatlakozás, az kérlek szépen, Glóri után nézem, hogy itt mi a helyzet. Renato egy autó, Patrióta még egy, DK 3, tehát három autó van Glóri és Szabolcs között. Na már most, ugye a valóságban, ugye a lekörözöttek ilyenkor visszavehetik a körüket. Most nem tudom azt pontosan, hogy most a játékba ez most így hogy van bele applikálva, vagy bele téve. De hogy itt szaftossá teszi az utolsó négy kört, az is biztos. Hogy ez is kulcsfontosságú lesz, hogy van a lekörözöttek, hogy tudnak majd itt... Talán nem lesz gond. De ez Pistőre kaphat egy lélegzet vételmi. Azokon a kopott lágokon. Most megint nagy összevisszaság lesz azáltal, hogy több ember is fizsigumin van. Sokan pedig, például a Patrióta 30 körös. Igen, de ugye Patriótának már 10. kör óta az olyan viszi az autóját. Ja, igen. Ez a kemény az mozga. Az a nem. Esik az első? Esik az első? Esik! Esik! Bizony esik! Utolsó három körre megjött itt a Zuhé. És hát még egyelőre ez túlzás, hogy Zuhé. Mert... Még ezt kellene. Igen, már ott úgy... Az. És lesz itt egy olyan utolsó kör, utolsó kettő kör, de szerintem itt a kör végén ki fog jönni a safety car, közben Triman át így a boxba. Triman át itt is inkább kiszedték onnan a dal... Triman át így föltette az Inter! Figyelj! Az lesz még itt a poén, hogy ez fog bejönni neki. Plessy kap közben egy 10 másodperces időbüntetést. Hát igen, most ő ott úgy benne van a darálóban, bőszen. Hát ez most nagyon komoly két kör lesz. Húszós pályán. Hát ez nagyon komoly két... Ez nagyon komoly két kör lesz. Töltöm is 5 másodperc. Ugye ott van előtte Gyuszkának az alja. Jajajaj. És egyébként Rich az hol van itt a bolyban vajon? Arra vagyok még itt kíváncsi. Ilyen a safety car. Ilyen a safety car, adminátor mögött van Rich egyébként. Na, akkor kapcsoljunk ide vissza az elejébe. Mert itt bizony, hát nem azt mondom, hogy ha baj lesz, nem azt mondom, hogy baj lesz, de remélhetőleg ez a kettő kör, ez nyugiba le fog menni, és egy picikét nekem hajaz a második szezon Németország aligára szintúgy. Közben Pisti elindítja a mezőnyt ismételten, és most nem bugzódott be szerencsére a safety car. Glóri el is ment az egyik lekörözött elő. Igen, igen, Glóri most ott takarít. Glóri gyorsan letudta itt a lekörözötteket. Ú, közben DRS nagyon csúszik a pálya, itt többen is kicsúsztak. Igen, itt DK-nek kell figyelnie, hogy a DK le van körözve. De DK, hát... Igen, Trivalati, figyelj, Trivalati fogja itt a legnagyobbat húzni. És Ricsék egyelőre ott a kék zászlóval nem nagyon szórakoznak. Rics nem tudja bevenni a kanyart, preszi keresztbe. Trivalati a hatodik, ez az Inter, ez bejött nekünk. És a Trics is ott keresztbe volt, és közben keresztbe kasul mindenki! Atyavirág, mi van még Glory. Itt a végén? Glóri is ott volt, és Trivalati jön az Intereken! Atyavirág! Hát milyen utolsó kettő körünk lett itt még a végén? Hát figyelj, Trivalati! Körbeutózta a adminátor! Körbeutózza! Atya úristen, itt közben DK-t, és ott elől, igen, ott DK és Ákos.
Díkjei és Ákos továbbra is. Adjavját, nem tud befordulni Ákos. Nem tud befordulni Ákos, és jön ki Ákos is. Jutkaik is föltették az Intert inkább. Hát mondom. Figyeld meg, Tribanati fogja nyerni a verseny. Utolsó kör közbe. Igen, és Dóri is keresztbe. Turbo második. És Tribanati ott fog bánt, van már a negyedik helyen. Kicsúsztam a gyerekei neki. Igen, tehát a DK ott nem nagyon foglalkozik ott a kék zászlóval. Őszintén szólva, de beereszti Tribanati! Hát mit csinál itt a mercivel? Atya úristen! És most még Glória. És ha ezt Pistiék itt kivédekezik, én komolyan mondom, megemelem itt a kalapomat előttük. Prezi is föltette az Intert, Öltöm is feltette az Intert. Ott van, de igen, nyomja le Glórit! És megcsinálja Glóri mellett is az előzést. De Turbo már szerintem nem lesz meg neki. Megelőzi DK-t is. Meg lehet Turbo, nagyon nem tapad ez lehet. Ez utolérő. Hát itt már senkinek se tapad itt semmi se. De Pisti minden bizonnyal be fog itt vánszorogni, és meg fogja nyerni az osztrák nagy díjat. Ez ott van Turbo még. Hú, én itt már Pistit nézem meg a befutót. És ott jön Tribanati, meg fogja csinálni, és megcsinálja, és a győzelmet is. Atya úristen. Hú, hát itt levert a víz engem, komolyan mondom. Pisti a második, Turbo, Glory, Szabolcs, Adminátor, Ádám, Plessy, nyolcadik. Öhötöm 9! Hát mekkora húzás volt az a Mercitől! Plessy 8! Töhötöm 9! És Töhötömnek elfogyott a benzine még itt a végén! Hát szegény! Atya úristen! Hát mit húzott a Merci? És mit húzott Tribanati? Hú, az a maradék hangom is elment! Atya világ! Hát persze megint a büntetés! Fú! Hát milyen utolsó pár kört hozott itt az eső meg a safety car? Atya úristen! Ez nem semmi. És de kár, hogy ilyenkor már nem lesz interjú. Ne, én nem akarok még 20 percet itt ülni. Fú. Szóval a végeredmény. És nézd meg, Tribanati az egyetlen, akinek nem volt büntetése. Mindenki másnak végig volt, kivéve neki. Elképesztő. Ez hatalmas húzás. Szóval, íme a végeredmény. Tribanati, Pisti, Turbo, Glory, Szabolcs, Adminátor, Ádám, Prezi, Töhötöm, Sufdi az első 10, aztán Patrióta, Renato, DK, Ákos, Rich és Gyuszka. Bence, Rokori és Don Pacino nem tudták befejezni a versenyt. És mondhatom azt, hogy hát most persze sajnáljuk, persze sajnáljuk itt Bencét meg Rokorit is, de azt hiszem itt ez kellett ahhoz, hogy egy olyan 50. áligás futam legyen, legalábbis itt a vége, ami... Hú! Na, emlékezetes volt, az a lényeg. Hú, mondom, itt a maradék hangom is megszűnt létezni, úgyhogy én tényleg elköszönök. És akkor jövő héten Nagy-Britanniával folytatjuk a bajnokságot, jön majd a 9. futam, és akkor majd ott találkozunk. Ugyanígy B-osztály, A-osztály, vagy hát B-liga, A-liga, így vasárnap 10-15 és 17-30. Remélem akkor is velünk fognak tartani. Én köszönöm szépen a figyelmüket, a safety card nem elfelejteni, és akkor majd találkozunk jövő héten. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük.